Idén is a sorszámok kiosztásával indult a síverseny gyárban. Igaz, volt, aki az utolsó pillanatban vette át a mezét. Sietni kell gyorsan. Hol volt ilyen évek? Merre megy? A rutinosabb versenyzők még a rajt előtt letesztelték a pályát. Az idei síbajnokságon összesen 200-an álltak sílécre vagy snowboardra. A megmérettetés a síelők versenyével kezdődött. A 8. városi síbajnokságra Martonné Adler Ildikó, sportért felelős alpolgármester is kilátogatott, aki bár nem indult a bajnokságon, de végig szurkolta a versenyt a pálya alján. És Jálba úgy jönnek most már az egriek, mint barátokhoz. Nem testvérvárosi kapcsolat, úgy gondolom, hogy több annál, hiszen igazi kitárt baráti karokkal fogadnak itt minket, és festői szépségű helyen síelhetnek az egriek abszolút jutányos áron. Én remélem, hogy itt mindenki csak győztes lesz. Idén is több korcsoportban indultak a síelők, az óvodás korosztálytól a nyugdíjasokig. A szervezők már 8. éve rendezték meg a versenyt, ami az évek alatt igazi közösségi programmá alakult. Nagyon pörgős a verseny, egy picit lassúbb a pálya, mint ahogy gondoltuk, szélesebbek lettek a kapuk, de hát itt is volt egy-két embernél, aki volt probléma, de szerintem az a lényeg, hogy lejöjjenek, és az a fontos. Hát az idő nem süt, vagy a nap nem süt annyira, de azért még mindig jó. Az idei síbajnokságon is részt vett Habis László polgármester, aki örömét fejezte ki az iránt, hogy egyre szorosabb a kapcsolat Eger és Gyár között. Ez egy komoly közösséget jelent, és számomra öröm az, hogy a legkisebbek, a legapróbbak is részt vesznek a versenyen, de a 70 fölötti korosztály is itt van. És ez jelzi, hogy a sí egy olyan sport, amelyik minden generáció számára élményt jelent, és a gyári polgármester úr arra biztat minket, hogy jövőre sífutásban is szervezünk majd versenyt. Gyár negyedjére adott otthont a megmérettetésnek. Pavol Bekes, a település polgármestere, örül a jó kapcsolatnak a két város között. Úgy gondolom, hogy ez a 4 éve tartó kapcsolat évről évre fejlődik, szívesen látjuk itt az egrieket, és már most gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne bővíteni a lehetőségeket jövőre, esetleg sífutás versenyszámmal is, mondja a polgármester. Az eredményhirdetés kora a győztesek kategóriánként állhattak dobogóra, a szervezők szinte minden induló eredményét ismertették. Az abszolút kategóriák győztesei maradtak a legvégére, a férfiaknál Hornyák Vince 28,85 másodperces idővel vihette el a kupát. A nőknél a tavalyi év sikerét megismételve, ismét Szabó Dorottya lett az idei városi síbajnokság abszolút bajnoka 27,95-ös idővel. A 8. egri síbajnokság összefoglalóját március 14-én szombaton láthatják a TV Eger műsorán.